Szóval tegnap Szatmári Kristóf államtitkár úr és Radetzky Jenő miniszteri biztos úr, persze egy nagyobb delegációval megjelentek nálunk egy felkérés alapján. Nagyon-nagyon örventem, hogy felkerestek, tényleg ez nagyon jól esett, hogy úgy gondolják most már a magyar kormány is, hogy azért érdemes foglalkozni az itteni önkormányzatokkal, de ennek az egész találkának valahol az atya, Kerekes Sándor, a volt RMDSZ-es alelnök, mert igazándiból a hidat ő tette meg valamikor, amikor összehozott Radetzky Jenővel, meg a többiekkel. Persze ő is jelen volt, mert ezt jó tudni róla, hogy ő most a Tetárom ipari parkoknak, amit valamikor ő indított, ám bár nyugdíjas már, ő a vezető tanácsnak az elnöke. És pont ezért, hogy összehozzunk egy ilyen praktikusabb beszélgetést is a protokolláríson kívül, meghívtam őt is, és többek között, hát a legfontosabb célja a magyar delegációnak az volt, hogy ugye ezt az üzletfejlesztő irodahálózatot egy kicsit úgy elfogadattábbá tegye, mert megvoltak azok a mondjuk bakik, vagy hibák, amikor összeálltak ezek, akkor kampány, amikor volt szép magyar és csúnya magyar, és akkor ez nem jó, és ez nem mehet így tovább, és akkor ezt én úgy veszem, és meg is beszéltük ugye az RMDSZ elnökségben is, hogy ez egyfajta nyitás, amit nagyon szívesen fogadunk, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy nekünk a mindenkori magyarországi budapesti kormány az partnerünk, az erdélyi magyarság, és ez így kellene legyen, és ezt kéne építeni, nem mást. Volt-e szó valamilyen konkrét projektekről esetleg? Konkrét projektekről, igen. Érdekeltek. Finanszírozási lehetőségről a Magyarországi Exim Bankon keresztül magyar üzletembereknek az összehozása itteni érdekekkel, befektetéseket esetleg hozni, és persze beszéltünk egy elég hosszasat a stratégiai programálásról, hogy milyen formába tudnánk behozni olyan stratégiai kérdéseket, ami Magyarországnak, Budapestnek is fontos, és az erdélyi magyarságot segíteni, de valahogy be kell hozni romániai csatornákra, mondhatnám, hogy elfogadható legyen, és persze egy tisztességes verseny tárgyaláson, vagy egy akármi megjelenhessen akármilyen befektető, és persze nekünk megvannak a gócpontjaink, ahol a magyarságot akarjuk inkább előnybe helyezni. Persze ez nem menjen senkinek a kárra, senki ellen ez nincs. Ez egy ilyen, egy ilyen elképzelési forma. Beszéltünk ugye olyasmikről, hogy mondták, hogy nagyon sok felkeresésük van, hogy ilyen nagyobb tételbe befektetni, megújuló energiába, beszéltünk akár energiafűről, feldolgozó üzemről, ilyen téren beszéltünk olyasmiről, hogy mit is lehetne, ha érdekeltek lennének az anyaországi befektetők, hogy a Tetarom ipari parkokon, ahol nagyon jók a feltételek, ott esetleg valamiben, ha gondolkoznának, de ugyanakkor felhoztam a régi fájdalmat, amit ebben a mandátumban így is állandóan fogok mondani, hogy, és nagyon szeretném, és tudom, hogy Kolozsvár és vonzásköre és Kolozs megyének ez egy nagyon jó dolog lenne, hogy és felkértem Szatmári Kristóf államtitkár urat, hogy kicsit lobbizzanak, hogy legyen nekünk azért Kolozsvárról is direkt járatunk a reptérről Budapestre, mert és persze, ha lehet, ilyen elfogadható báron is. Nagyon fontos Marosvásárhely, nagyon szeretjük, és tényleg ugye testvéreink vannak ott, de az üzleti vonzáskörét se lehet összehasonlítani, és ez kár lenne kihagyni, mivel ugye nagyon sokat beszéltünk, hogy latolgattuk az autópályának a helyzetét, és hogy miért nem, és hogy nem, és
Persze, mi is az elégedetlenségeinket elmondtuk, mindegy, hogy melyik főváros felé, de ez az egyedüli lehetőség, ami kézzelfogható és gyors. Mert mi kiírtuk, persze ugyan valakinek, vagy valakiknek a kérésére, és fel is vállalom, hogy én vagyok az a valaki, nagyon is akarjuk, hogy a netán akár melyik vállalkozó ilyen légúti vállalat próbáljon ebből nyerni is, és kiírtuk a versenytárgyalásra a Kolozsvár-Budapesti utat, amelyiken pénzt EU-s forrásból juttatást kap az a befektető, az a légitársaság, juttatást kap minden utas után. És ez elmehet egészen, ha jól tudom, 13-14 euróig. Most már ezt nem tudom, hogy pontosan, utasonként hogy vannak ezek körülbelül. Így van, utasonként, nem tudom pontosan, hogy vannak ezek az elszámolók, mekkora az út, milyen befektetés. Nekünk, én azt továbbra is mondom, gondolom, hogy egyhamar nem fogom, csak mikor meg lesz, akkor fogom befejezni. Nagyon fontos, hogy legyen Kolozsvár-Budapest járatunk. Biztos vagyok, hogy állandóan tele volna, és nagyon működőképes lenne. Egyelőre még így vannak ezek a nagy stratégiák, hogy nincs, de ez nem elfogadható. Vajon a küldöttség visszajön az elkövetkező fél évben, és leltározzák azokat a megvalósításokat, vagy a hiányosságokat? Volt erről szó, hogy akkor erről beszéltünk, és visszajövünk októberben? Van, volt erről szó, és Radetzky Jenőnek nagyon jó elképzelése van, miszerint emellett a nagy makrostratégiai pontok, ahol tényleg hát azért nem a kis kolozsvári alelnök fog tárgyalni, hanem persze Bukarest és Budapest fog ezen tárgyalni, nem gond, ez egyik tér. Kolozs megyében üzleti találkozókat akarunk összehozni az itteni üzletemberekkel, vagy vállalkozó szellemű emberekkel, és az ottaniakkal, hogy találjanak közös nevezőt, közös projekteket, és persze erre mi meg kell találjunk valamilyen forrásokat, hogy meg is támogassuk. És támogatás az nem mindig pénzből áll, nagyon sokszor a logisztikai támogatás is nagyon fontos, az információs támogatás is nagyon fontos. Ezeket azért vagyunk itt, mint választottak, hogy ezt segítsük. És szóba került az, hogy május-júniusban sor is kerül az első ilyen találkozóra, vagy még az évben, ősszel? Ezt még azt hiszem, hogy a napokban meg fogjuk tárgyalni, hogy mikor, de hogy hamarosan, az biztos.